Az őszi meleg és a csapadékhiány miatt az utóbbi évtizedek legalacsonyabb vízállásait mérték a Duna Bács-Kiskun megyével határos szakaszain is. Október végén Dunaföldvárnál például a vízmérce nulla pontja alatt, ami a balti tenger szintjét jelenti, 120-150 cm-t mértek. Ez a csapadékhiány és a párolgás hatására már a valaha mért legalacsonyabb rekordot, a mínusz 200 cm-t is megközelítette. Az alacsony vízállás miatt legtöbb helyen a gázló közelében csak csökkentett rakománnyal haladhatnak a hajók. A mederből sok helyen előbukkantak az átonyok és a sziklák, közöttük a régi hajóroncsok maradványai. Több helyen a mellékágakból is eltűnt a víz. A Duna-Tisza közi kiszáradt tavak mellől sok madár az alacsony folyamszakaszok zátonyaira költözött, mert itt még találnak táplálékot. A vízügyi szakemberek reménykednek abban, hogy egy tartós őszi esőzést követően magasabb vízállás hatására emelkedni fog a vízszint és feltöltődnek az élővilág számára fontos mellékágak is.